Új hidat szeretnének Tivadarban, két éve ígérték, de csúszik az építkezés. A régit a 2001-es árvíz rongálta meg. Több néző, nagyobb bevétel. Évet értékeltek a Móri Zsigmond Színházban, de már az új évadra is készülnek. Vascsővel verték agyon a szamossái nőt, a rendőrök elkapták a két férfit, akik megölték saját lakásában a 61 éves asszonyt. Éveket késhet a Tivadart Kisarral összekötő Tisza híd megépítése. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Két éve döntött a kormány a beruházásról, és az idei évre ígérték a munkálatok megkezdését. Azonban forráshiány miatt a közeljövőben biztosan nem indul be a fejlesztés. Azért kell új hidat építeni, mert a régit tönkretette a 2001-es árvíz. Alacsony vízállással a normális medrében van a Tisza-Tivadarnál. Az 1969-ben épült Tivadart Kisarral összekötő hídszerkezetet azonban majdnem elvitte a 2001-es árvíz, az aszfalt burkolatig érte a megáradt folyó. Az öreg rozog a híd kiváltásáról és egy nagyobb, biztonságosabb átjáró építéséről döntött a kormány 2014-ben, amihez elkészültek a tervek és a költségvetés is. A 8 milliárdos projekt szinte Tivadar egészét érinteni, azonban a munkálatok megkezdésére még várni kell. A tervek elkészültek, az információm szerint jelenleg forráshiány van, tehát nincs pénz. Eredetileg úgy volt, hogy 2016-ban valószínű, hogy elkezdik a hidépítését, de információm szerint 17-18 vagy nem tudni mikor. A Tisza ezen szakaszán a Tivadari híd bonyolítja a legnagyobb forgalmat. Jelentős az Ukrajnából érkező és a térségi fejlesztések teherforgalma miatt is. Itt állok a Tivadart Kisarral összekötő hídon. 2014-ben döntés született arról, hogy emellé egy másik, nagyobb, magasabb közúti hidat építenek. Megszülettek a tervek is, és 2016-ra ígérték a kivitelezés kezdetét. Azonban a mai napig nem történt semmi. A NIF ZRT-t kerestük ezzel kapcsolatban, akik azt mondták, hogy hozzájuk nem érkezett elrendelés, vagyis nem tudják megmondani azt sem, hogy mikor kezdődik el az új híd építése, vagy egyáltalán azt, hogy elkezdődik-e valaha. 50 millió forinttal támogatja a nyíregyházi kulturális és sportéletet a Kisvárdai Masztergut Kft. Ez már a második ilyen megállapodás. Legutóbb a Bige Holdinggal kötött támogatási szerződést a megyeszékhely polgármestere. A Masztergut Kft. Közel 4 évtizede van jelen a megyében, jelenleg 32 településen működik aktív termelői tevékenységük. A cég ügyvezető tulajdonosa kiemelte, azért támogatják Nyíregyházát, mert azt a dinamikus fejlődést próbálják segíteni, amelyet az elmúlt évek során a város életében tapasztalnak. A jövőben pedig akár a gazdasági élet egyik szereplője is lehet a cég. Ez még egy nagyon embrionális korban lévő dolog, de az ötlet a polgármester úttól jött. Arról szól, hogy szeretné a Masztergutnak nem csak a szimpátiáját megnyerni a város irányában, hanem egyfajta befektetőként, egyfajta termelési tevékenység folytatójaként ide hívni, idehozni a városba. Ennek a lehetőségeit kezdtük el vizsgálni, ez egy pár hetes ötlet. Azt gondolom, hogy egy-másfél év múlva lehet ennek a realitásáról igazából beszélni, de mi, mint Masztergut cégcsoport és Baromfi cég, nem lesz nehéz kitalálni, hogy nem házjári lakásokat fogunk itt építeni a városban. Legutóbb 3 hete, május elején kötött hasonló megállapodást Nyíregyháza polgármestere. Akkor a Bige Holding döntött úgy, hogy 5 év alatt 30 millió forinttal támogatja a várost. Elég rövid idő telt el a két jelentős megállapodás aláírása között. Természetesen nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy még több ilyen támogatót találunk. Nagyon örülök, mert a Masztergut nem csak a megye egyik legjelentősebb vállalkozás, a saját területén, a Baromfi ágazatban Közép-Európa legfontosabb cége. És hát itt most egy kicsit megelőzi a támogatás a fejlesztést, hiszen jelenleg telephelyen még nincs jelen Nyíregyházán a cégcsoport, de már támogatást nyújt a városnak, amit köszönünk szépen, és legjobban fogjuk felhasználni. A megállapodás értelmében a következő 3 évben 50 millió forintot ad Nyíregyházának a cég. A pénzt kulturális és sportcélokra lehet elsősorban felhasználni.
Csaknem 700 gyermek ünnepelt együtt az első hátrányos helyzetűeknek szervezett gyereknapon Berkeszen. A rendezvényen Sesták Oszkár a megyei közgyűlés elnöke közölte, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is pályázott a legújabb fejlesztési programban annak érdekében, hogy segítsenek a térség hátrányos helyzetben élő gyermekeinek felzárkóztatásában és oktatásában. Több száz gyermektől volt hangos szombaton Berkesz község. Idén első alkalommal rendeztek gyermeknapot a térség hátrányos helyzetű gyermekeinek a településen. Kreatív és fejlesztő játékok, sportrendezvények és vidámpark várta a legkisebbeket. Volt, aki még tetoválást is készítetett. A Spider-Man-es és a gyereknap jó. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen több évtizedes múltra tekint vissza az árvák és hátrányos helyzetűek gondozása. 1952-től egészen 2000-ig működött itt bent lakásos gyermekotthon, közölte a település polgármestere Szidor Attila. A rendezvénynek a jelenleg oktatási és közösségi központként aktív Vai Kastély udvara adott helyszínt. Az épülettel további tervei is vannak a községnek. Azt szeretnénk, hogy a 3000 négyzetméteren egy kollégium alakulna ki, hátrányos helyzetű gyerekeknek a kollégiuma, hisz, mint ahogy említettem, a mérföldkeretnél, a történetében, a településnek benne van a vérkeringésében ez, hogy benne van a nevelés, az oktatás, az itt élő emberek így érték le az életüket, hogy állandóan, folyamatosan, generációról generációra segítették a hátrányos helyzetű gyerekeknek a oktatását, nevelését. A hátrányos helyzetű gyermekek segítése a megyei önkormányzat számára is fontos. Feladat. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program legutóbb kiért pályázataival a felzárkózás szeretné segíteni a megye vezetése, közölte a közgyűlés elnöke. Remélhetőleg a megyei önkormányzat kedvezményezetként is szerepet vállalt ebben a programban, amely hátrányos helyzetű gyermekeknek, hátrányos helyzetű társadalmi csoportoknak nyújt esélyt a felzárkózásra, a társadalmi integrációra, ilyen módon az itt lévő gyermekeknek is, akár az őket nevelő családoknak, akár intézményeknek is, persze minél család közelibb egy ellátás, egy gondoskodás, annál jobb, és nyilvánvalóan ez társadalmi kérdés is, és kormányzati politika is jelenleg, hogy ezeket a folyamatokat erősítsük. A szombati rendezvényre 700 hátrányos helyzetű gyermeket vártak a szervezők a térségből, akiket a színes programokon túl ebéddel is vártak a berkesziek. Tisztújító küldöttgyűlést tartott a Magyar Szocialista Párt megyei szervezete. Megválasztották a 6 választókerületi képviselőt, valamint a párt megyei alelnökeit és elnökét is. Az elnök újra Veres János lett, alelnökök pedig Csabai Lászlóné, Legény Zsolt és Halmi József. A sajtótájékoztatón Veres János azt is elmondta, a megyében már több mint 12 ezer aláírás gyűjtöttek össze annak érdekében, hogy a kvóta elleni szavazással egy időben az állami földek eladásának megszüntetéséről és a 2 milliós vezetői bérplafon bevezetéséről is dönthessenek az állampolgárok, hangzott el a szombati sajtótájékoztatón. Azt gondoltam, ez egy nagyon fontos mérőszám, hiszen ez azt mutatja, hogy a megyében jelentős számban érdekli az embereket ez a népszavazási kezdeményezés, jelentős számban írták alá az emberek ezeket a kezdeményezéseket jelentő íveket, és ezeket az íveket júniusban fogjuk az országos választási irodához majd eljuttatni, ahol ugye minősítik, és amennyiben az országos 200 ezeret meghaladja az érvényes aláírások száma, akkor ki kell írni a népszavazást ezekben a kérdésekben. Ezért is mondta az MSZP azt, hogy az kormány által kezdeményezett népszavazási kezdeményezéssel egy napon és egy lapon legyen megtartva ez a népszavazás is, vagy ezek a népszavazások is, hiszen ezek költséget lehetne megtakarítani, egy ilyen népszavazás nagyjából 5 milliárd forintba kerül. A dollárpapát és az egérfogót nézték meg a legtöbben ebben az évadban a színházban. A témáról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. 10 kategóriában díjazták a legjobb női kézilabdásokat a Szatmár Ferencvárosa program első alkalommal megrendezett évértékelő gáláján Máté Szalkán. Új kosárlabdapálya épült Nyíregyházán, az Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium udvarán 20 milliós TAO forrásból készült el a pálya. Kiemelkedően magas előadásszám, nagy sikerű darabok, 10 millió forinttal több bevétel. Eredményes évet zárt a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház. A teátrum évadzáró ülésén, mint minden évben, elismerésekkel díjazták a legjobban teljesítő színészeket.
Horváth László Attila a Nyíregyházi Önkormányzat nívó díját és a Móricz díjat is megkapta áldozatos munkájáért. Tasnádi Csaba pedig a teátrum örökös tagja lett. Anyus, én zongora órán voltam. Ne is mondjam, ugye, hogy a Blejer néni kéri, hogyha lehetne a pénz. Ne is mondd, fia! Mi kell a boldogsághoz? Pénz? Kérdezi az egyik eladó sorban lévő lánya színpadon. A teljesen elszegényedett magyar család egyetlen reménye a Kanadában élő nagybácsi vagyona, ami kihúzhatja őket az adósságból. Persze, hogy a nagybácsi hazatér, és kiderül, semmije sincs. A Dollárpapa című előadást nagy sikerrel játszották a Móricz Zsigmond Színházban, a darabot meghívták a Thália Színházba is. Az évadban összesen 437 előadása volt a nyíregyházi színészeknek, ez országos viszonylatban is kiemelkedő. A teátrum számos további eredménnyel büszkélkedhet. Bérleteseknél tudok egy olyan számot mondani, ami nagyon jelentős az elmúlt évekhez képest. A felnőtt bérleteseink száma 234 fővel emelkedett meg, illetve a éves bruttó bevétel majdnem 10 millió forinttal nőtt, ami nagyon jelentős szám. A társulat évadzáró ülésén elismerésekkel díjazták a legjobban teljesítő színészeket. A nézők körében Horváth Sebestyén Sándor volt a legnépszerűbb. Horváth László Attila a Nyíregyházi Önkormányzat nívó díját vette át, majd megkapta színésztársai szavazata alapján a Móricz díjat is. Ez utóbbi elismerésben nem először részesült a kollégái körében is nagy népszerűségnek örvendő színművész. Amikor az első gyűrűt megkaptam, hát az egy fordulópont volt, az nagyobb fordulópont, mint a Jászai díj. Valóban. De nagyon örülök a városi nívódíjnak is. Most már inkább olyan, hogy nagyon örülök, és hogy inkább megnyugtat. Megnyugtat, hogy nem csatangoltam el valamilyen olyan utakra, amik félre visznek a morálisan egyáltalán. A színház örökös tagja lett Tasnádi Csaba, aki 16 éven keresztül vezette a teátrumot, jelenleg rendezőként dolgozik a színházban. A váltást megélni az egy kicsit nehéz volt, ugye, beáll egy bizonyos automatizmus, az ember szokások rabjává is válhat. Nagyon jókor jött, mert még vagyok annyira erőm teljében, ha úgy tetszik, hogy kipróbálhatok mást is. Az évadzárón Nyíregyháza polgármestere elmondta, a júniusi közgyűlésen kiírják a színház igazgatói posztjára a pályázatot. Előre láthatóan októberben már új vezetője lesz a teátrumnak. A munka azonban mindeközben is folyamatos, már azt is tudják, milyen darabokat játszanak majd a következő évadban. A tervek szerint láthatja majd a közönség a Függöny fel című vígjátékot, amely a Vidor Fesztiválon néhány évvel ezelőtt hatalmas sikert aratott. Műsorra tűzik továbbá a Popfesztivált Tasnádi Csaba rendezésében és a Hello Dollyt Horváth Margit főszereplésével. Elfogták a szamossái emberölés gyanúsítottjait, Bilincsben vitték kihallgatásra a 41 éves szamossái férfit, T. Barnát azzal gyanúsítják, hogy saját házában megölt egy 61 éves asszonyt. Ezek a felvételek a múlt héten készültek, a rendőrség többek között kutyákkal kerestette a hátrahagyott nyomokat. Kiderült, hogy a férfinak bűntársa is volt, akit egy másik ügy miatt fogott el a rendőrség. Rövid időn belül, csupán néhány óra alatt elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható helybéli 41 éves férfit. Az elkövetőnek a nyomozás adatai szerint bűntársa is volt, az a 18 éves, szintén szamossái férfi, akit a rendőrség még május 27-én bűnügyi őrizetbe vett, akkor egy 69 éves szamossái férfi bántalmazása miatt, életveszélyt okozó testi sértés elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. Mindkét gyanúsítottat a rendőrség őrizetbe vette és kezdeményezte előzetes letartóztatásukat. Súlyos koponyasérüléssel vitték kórházba azt a fiatal férfit, aki szombat hajnalban motorjával egy kerítésnek hajtott Újfehértón. A Debreceni úton közlekedett, majd a József Attila utca kereszteződésében nekiment egy oszlopnak. Olyan erővel csapódott a kerítésnek, hogy a fejéből ömlött a vér, de a mentők stabilizálták. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. A motoros balesetekről lesz szó a 35 perc című műsorunkban is. A kormányhivatal illetékesen mondja majd el, hogy mit szabad és mit nem a motorosoknak a közutakon.
10 kategóriában díjazták a legjobb női kézilabdásokat a Szatmár Ferencvárosa program első alkalommal megrendezett évértékelő gáláján Máté Szalkán. A 2 évvel ezelőtt elindított kezdeményezés célja a határon átnyúló civil kapcsolatok erősítése és sportszakmai együttműködés kialakítása, valamint a résztvevő klubok kézilabda utánpótlásának fejlesztése. A Szatmár Ferencváros a női kézilabda utánpótlás program 2014. augusztusában indult el Fehérgyarmat Máté Szalka Nagyecsedi Szatmár Németi részvételével, azzal a céllal, hogy a történelmi Szatmár területén egységes képzést kapjanak a legfiatalabb kézilabdázók. Napjainkban már 30 településen 54 edző foglalkozik több mint 857 és 8 éves kislánnyal. Mindenki láthatja, hogy ez egy életképes projekt, és ezt szeretnénk tovább vinni, még magasabb szintre vinni, hiszen most szivacs kézilabda az első rész, de utána természetesen ezek a gyerekek nőni fognak, és áttérnek majd a normál kézilabdára, és akkor azt gondolom, hogy mind az edzőknek, mind nekünk, mind a gyerekeknek, szülőknek, és itt várjuk természetesen a helyieknek, a polgármesteruraknak a segítségét, hogy olyan körülmények között tovább tudják ezt a programot vinni, amelyben ezek a gyerekek kiteljesedhetnek. A Ferencváros felnőtt csapatának vezetőedzője elmondta, 2 évvel ezelőtt nem gondolta volna, hogy rendszeres vendég lesz az ország keleti szegletében. Nagyon szívesen járok ide Szatmárba, és nagyon-nagyon nagy örömmel nézem azt, hogy ez fejlődik, és egyre nagyobbá válik, és egyre többen kapcsolódnak be hozzánk, mert mindenképpen ez egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, és nagyon szépen haladunk azzal, amit mi elképzeltünk és szerettünk volna, hogy egy olyan régióban, ahol talán kisebb kézilabda élet van, de szeretik a klubunkat, és azért komoly magyarságtudat is van, ott azért csináljunk egy ilyet. Máté Szalka polgármestere szerint fontos, hogy az együttműködésnek köszönhetően kiteljesedhet a tehetséges fiatalok pályafutása. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, hiszen a Ferencváros úgy került bele ebbe az egész rendszerbe, hogy a Ferencváros lesz az a csapat, akik az itteni szatmári tehetségeket később föl tudják majd vinni a saját nagycsapatukban, ahol értelemszerűen professzionális körülmények között készülhetnek. Tehát ez egy komoly lehetőség ezeknek a kis sportolóknak a kapcsolatfelvételre, és nagyon-nagyon örülök, hogy az MMTK-nak és a Ferencvárosnak ilyen kiváló kapcsolata alakult ki. A rendezvényen díjazták az elmúlt esztendő legjobbjait. A fiatal játékosok, az edzők és a csapatok 10 kategóriában vehettek át elismeréseket. Új kosárlabdapálya épült Nyíregyházán, az Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium udvarán 20 milliós TAO forrásból készült el a pálya. 900 négyzetméteren egy 4 palánkos, gumiszőnyeges pályát használhat az intézmény több mint 1300 diákja. A Nyíregyházi Kosárlabda Klubnak sok éves terve vált most valóra. Nem csak Nyíregyháza, az ország egyik legszebb utcai kosárlabda pályáját adták át az Eötvös József Általános Iskola és Gimnázium udvarán, hangzott el az ünnepségen. A korábbi betonpályára közel 900 négyzetméter gumiszőnyeg került, amihez 4 palánkot állítottak. A beruházás 20 millió forintba került, amit TAO-s forrásból finanszíroztak. Elláttuk vízzáró réteggel, olyan ragasztóval, ami megfogta ezt az egész gumibarítást, a gumibarítással is, ahogy mondtam, 2 új palánkkal, plusz a régi 2 palánkot felújítottuk. Ez az a TAO sportágfejlesztési program, amit a Nyíregyházi Kosárlabda Klub itt megvalósított a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Iskola és Gimnázium udvarán. Az iskola nem csak a sportolási lehetőséget tartja fontosnak, az is lényeges, milyen feltételeket és felszerelést tud ehhez biztosítani a diákoknak, közölte az intézmény igazgatója Komáromi István. Itt az Eötvösben jelenleg 1320-an tanulnak, ők bármikor használhatják az új kosárlabdapályát. 48 osztályunk van, ugye itt a kisiskolástól, a 6-7 éves diáktól, az első osztályostól a 18 évesig, tehát a 12.-13. évfolyamos diákig vannak diákok, és hát ugye el lehet azt képzelni, hogy amikor szünet van, kijönnek ugye a kicsik, ők elsősorban a játszóudvari része mennek, de ide is természetesen, tehát mozogni akarnak, a tantermi viszonylag a zártság, tehát a tantermi viszonylag zártság után, a órák után ugye kérnek, mozogni akarnak, szaladni akarnak, meg mondjuk akár labdázni, kosarazni akarnak, és ez nagyon nagy élmény számukra. Az átadó ünnepségen az is elhangzott, a közeljövőben akár a B33-as meccsek őszi fordulóján versenyhelyszínnek is alkalmas lesz a felújított kosárlabdapálya. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden.
Éveket késhet a Tivadart Kisarral összekötő Tisza híd megépítése. 2 éve döntött a kormány a beruházásról, és az idei évre ígérték a munkálatok megkezdését, azonban forráshiány miatt a közeljövőben biztosan nem indul be a fejlesztés. Azért kell új hidat építeni, mert a régét tönkretette a 2001-es árvíz. Kiemelkedően magas előadásszám, nagy sikerű darabok, 10 millió forinttal több bevétel. Eredményes évet zárt a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház. A teátrum évadzáró ülésén, mint minden évben, elismerésekkel díjazták a legjobban teljesítő színészeket. Tasnádi Csaba a teátrum örökös tagja lett. Elfogták a szamossái emberülés gyanúsítottjait. Bilincsben vitték kihallgatásra a 41 éves szamossái férfit. T. Barnát azzal gyanúsítják, hogy saját házában megölt egy 61 éves asszonyt. Elfogták társát is, akit egy másik bűncselekménnyel is vádolnak. A Kölcsei Televízió híradóját látták május 30-án hétfőn. Friss hírekkel kedden este várjuk Önöket. Műsorainkért és további hírekért böngészszik honlapunkat. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Keddestig a Kárpát-medence fölé alacsonyabb nedvességtartalmú léghullámok érkeznek, egyre kevesebb helyen várható csapadék. A hőmérséklet még kissé a sok évi átlag felett alakul. Éjjel többször megnövekszik a felhőzet, szorványosan előfordul záporeső. Helyenként zivatar is kialakulhat. A délnyugati szél sokfelé megélénkül, de zivatar környezetében átmenetileg erős vagy viharos széllökések is lehetnek. Reggelre általában 14 fokig csökken a hőmérséklet. Kedden napközben időnként megnövekszik a komoly felhőzet, de több órás napsütés várható. Helyenként előfordulhat záporeső. A délnyugati szél időnként megélénkül. Délutánra 26 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hideg fronti hatás van térségünkben. A következő napokban változékony időben lesz részünk. A hosszabb, rövidebb napos periódusok mellett gyakran megnövekszik a felhőzet, és hazánk több pontján, illetve több ízben számítani kell záporesőre, zivatarra. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik, a hőmérséklet nagyjából a sok évi átlag körül valószínű.